Néhány perc és jönnek a rock legendák, akik karrierjük csúcsán szakítottak egymással. De miért és hogyan jött el életükben a pillanat, amikor már semmi sem számított, se pénz, se siker, se barátság? És mi változott évekkel később? Mi vezetett a béküléshez? Pénz, siker vagy barátság? Axl Rose és Slash április 1-én abban a Los Angeles-i néhány száz fős teremben adott koncertet, ahol 30 évvel ezelőtt elképesztő karrierjük indult. A Guns N' Roses a rock történelem egyik legsikeresebb bandája, 100 millió lemezt adott el. A rajongók mégis lemondtak arról, hogy valaha együtt láthatják még őket. Úgy tűnik, a rock már csak ilyen háborús szakítások és férfias újrakezdések története. Zolit marhára szerettem, barátként. A feszültségeket kölyökként nem tudtuk kezelni, és volt, hogy elmérgesedett a viszony közöttünk. Rock és rap háborúk, ahol a legnagyobb barátokból pokolba kívánt ellenségek lettek. Zenészek és művészek, akik több évnyi közös munka és siker után szóba sem álltak egymással. De mikor és miért jön el a békülés ideje, ha a múlt vitáktól volt hangos? Évekkel ezelőtt még elképzelhetetlen volt, hogy a Guns N' Roses két ikonja Axl Rose és Slash egy színpadon álljon. Április 1-én viszont a Los Angeles-i rock legendák nem tréfáltak, és abban a pár száz fős klubban tartották első visszatérő buliukat, ahol 3 évtizeddel korábban a karrierjük indult. De elég rögös út vezetett a béküléshez. 1996-ban Slash és a többi zenész is kilépett a bandából az Axl Rose-zal való összeférhetetlenségre hivatkozva. Évekig hallani sem akartak a Vörös Rőzsés énekesről, sőt, még az interjúkban is megtiltották, hogy a Guns N' Roses-ról kérdezzék őket. Ott van az internet. Aki kíváncsi, mi van Axl-lel, az minden bizonnyal megtalálja. Tőlem kérdezgetik az interjúkban, hogy mi van vele, hogyan áll az új kislemeze. Hát mi a franc közön van nekem ehhez? Mit tudom én, hogy hogyan áll a lemeze? Pontosan nem tudni, mi vezetett az évtizedes viszály feloldásához, de a rajongók már most a rock történelem egyik legfontosabb pillanataként emlegetik. Az önpusztító életmód és a hirtelen jött világméretű siker több rock and roll nagyágyú működését is felborította. A glam rock atyaúristen Mötley Crüe-ben az énekes és a dobos is cserélődött, és a korábban egy lakásban élt tagok hamar vadidegenként kezelték egymást. A két lábon járó droglaborként elhíresült Ozzy Osbourne pedig saját bandája a Black Sabbath rúgta ki 1979-ben, és hivatalosan csak 2011-ben egyesültek újra. Volt majdnem 20 évnyi szünetje lakottába, mert különben lehet, hogy nem ülnénk itt, sőt, majdnem biztos, hogy nem. A Bonanza Banzai két tagja, Ákos és Hauber Zsolt barátsága is a hirtelen jött siker miatt szakadt meg. Az egyik legnépszerűbb popzenekar tagjai a feloszlás után 20 évig nem beszéltek egymással. Fiatal kölykök voltunk, és ránk szakadt az országos népszerűségnek egy olyan mértéke, amit korábban nemhogy nem ismertünk, hanem elképzelni se tudtunk, hogy ilyen van. És ez borzasztó sok feszültséget generál. Az embernek, ha nincs egy erős önképe, akkor meg tud rogyni ez alatt. Kizárólag a zenekari tagként értekeztünk, amit egyébként én most már bánok, mert ezáltal elhanyagoltunk egy olyan dolgot, amire lényegében épült, ami egész karrierünk, amíg még nem volt a zenekar. Végül egy cikk vetett véget a haragnak, amelyben Zsolt jó szívvel emlékezett Ákosra és az együtt töltött időkre. Szégyen, nem szégyen, meghatottam ettől. Csak attól, hogy emlékszik erre, és ezt fölemlített. És bennem is felélénkült ez az emlék. Mondom, hosszú évek után most fölhívom a Zsoltot. És akkor felhívtam őt, és mondom, szia Zsoltikám, Ákos vagyok, olvastam ezt a cikket veled, remélem nem rosszkor zavarlak. Szóval te később visszahívlak, mert Olaszországban vagyunk a gyerekkel. Milyen gyerekkel? Vannak, akik viszont úgy tűnik, örökre összerúgták a port. Som Lajos és korábbi zenekara a Piramis 2006-ban tartott egy visszatérő koncertet, ahol a basszus gitáros csak 3 szám erejéig engedték a színpadon zenélni. Kis Piramis, csak azt asztalom Piramiskának, mert Piramis kácska, mert ez nem a Piramis, hát ez egy tudomásról, hiába. És nem lesz, hogy azokat a nótákat játsszák, amit jól lesz, én írtam, tehát a legnagyobb nótaim, a volna két életem, kíványi vízenepet, az ajándék, a dal,
Hát ezek mind az én szerzeményeim. Tavaly decemberben pedig az Omega tagjai kezdtek nyilatkozat háborúba ismét. A basszusgitáros Mihály Tamás korábban többször is felemelte hangját Kóbor János ellen, sőt még egy könyvet is írt a zenekar dolgairól. Arról szól, hogy ő neki ebben a csapatban soha senki nem volt a barátja, ő ezt a csapatot nem is igazán szerette. Ha valakinek ez jut eszébe egy 50, hát ő nincs 50 éve, mint a 40, akárhány éves kapcsolatról, hát azt mi erősen sajnáljuk. Én biztos, hogy egyetlen omegás nem tudna rajta kívül egy ilyen könyvet írni. 2012-ben a tankcsapda gitárosa Cseresznye is viharosan távozott a zenekarból, és egészen New Yorkig ment. Ő 20 évig nyúzta a húrokat Lukács Laci mellett, de ma már egyáltalán nem beszélnek egymással. Nincs Cseresznye is köztünk élő kapcsolat, illetve van, ez nem igaz, hogy nincs, de közvetlen kapcsolat nincs, ő ugyanis még a különválást követő hetekben közölte velünk, pontosabban üzente az ügyvédjén keresztül, hogy csak innentől kezdve, csak rajta keresztül akar velünk kommunikálni, úgyhogy azóta ilyen ügyvéd A mondja ügyvéd B-nek, az elmondja, és akkor ez így vissza-oda-vissza, tehát végülis így működik a köztünk lévő kapcsolat, ha ezt egyetlen lehet annak nevezni. Amikor Fenyő Mikivel és Szikora Robival a békülésükről szerettünk volna októberben forgatni, kiderült, újra összerúgták a port, így most sem vállalták az interjút. Ice Cube. A forrongó Los Angeles-i gettóból kitört NWA a 80-as évek végén rap történelmet írt és generációk kedvence lett. A gangster rapper srácok viszont jobban bántak a szavakkal, mint a pénzzel, így elég hamar össze is vesztek azon. Ice Cube és Dr. Dre is otthagyta a fővezér Eazy-t, hogy aztán dalaikon keresztül üzengessenek egymásnak, nem éppen baráti szavakkal. Végül Eazy halálos ágyán elbékültek ki. Itthon is fellángolt az első rap háború. Gangsta Zoli és Dopman évekig a lemezeiken üzengetett egymásnak, pedig kapcsolatuk elején sülve, főve együtt voltak mindenhol. Tehát egy ilyen barátság köztünk, egy ilyen nagy testvér, kis testvér viszonyat. Az idősebb fiú volt, és akkor elkezdtünk így együtt dolgozgatni. Először inkább a barátságunk dominált, és aztán csináltunk közös dalokat. Tehát amiről végül elhíresült ez a fajta rappelése, és ez a ki a gyerek, ő vagy én. Tehát ezt is így együtt találtuk ki, mikor stúdióban voltunk. A nagy testvériségből aztán harag lett. Dopman kilépett a kártelből, és két részre szakadt a magyar rap rajongók tábora. A feszültség kettőnk között az Isten igazából úgy kezdődött, hogy elkezdett úgy nyilatkozni rólam, nem direktbe megbántva, de olyan megnyilvánulásokat tenni, amik akkor nekem nagyon sértőek voltak át, és főleg az érzéseimet bántották. Tehát én nagyon szerettem az Olit, mind a mai napig nagyon szeretem. És akkor úgy reagáltam, amit mostan eszembe azt mondom, hát nem biztos, hogy kellett volna, vagy nem biztos, hogy volt értelme az egésznek. Tavaly decemberben Döglégy 50. szülinapi koncertjén borítottak fájtlat a múltra, és ismét együtt léptek színpadra. Egy közös klippet készítettek, és lehet, hogy a jövőben már gyakrabban látjuk őket együtt. Mindig mondják az emberek, miért nem csináltok újra közösen lemezt? Miért nem koncerteztek együtt? Tehát rengeteg felkérés jött be utána közvetlenül. És egyébként meg is vagyok győződve róla, hogy tudnánk olyan dolgot csinálni, így, hogyha én ezt úgy zeneileg irányítanám, és összeraknánk a szövegeket, és csinálnánk tényleg valamilyen igazi dögreppet, amit valóban csináltunk azokban az években, akkor azt hiszem, hogy föl tudnánk forgatni a popszakmát, de én nálam mindenki nyitott kapukat dönget ezzel kapcsolatban. Tehát ez nem rajta múlik. A legrosszabbul talán Jack White járt, aki nem hallgatott a házi nyúlra nem lövünk szabályra, és feleségül vette zenésztársát. A White Stripes feloszlása így valószínűleg válóperrel zajlott. Sokak szerint pedig maga a zenekari tagság is felér egy házassággal, ahol van, hogy egy idő után megunják a másikat. A 80-as évek slágergyáros párosa Jon Bon Jovi és Richie Sambora 30 év közös munka után 2013-ban váltak el egymástól.
Ugyanezt érezte annak idején Judy és Zsolti is a Groove House-ból. Volt egy utolsó fellépésünk, én erre, te arra, hát előtte már ugye megelőzték a különböző bunyók, nem a balhék nyilván, hát de én azt gondolom, hogy egyébként ez mindig belefér még egy jó hosszú házasságban is, hogy az ember azért mondjuk, mit tudom én, kígyót békát kiabál egymásra. Hát ez nálunk is azért megtörtént 13 év alatt, mi azért olyan szinten voltunk összezárva, hogy mindent tudtunk a másikról. Tényleg azt lehet mondani, hogy igazából már untuk egymás pofáját elég kőkeményen. A Take That tagjai is megbocsátották Robbie Williamsnek, amikor 2011-ben másodszorra is kilépett a bandából, már úgy búcsúztak el, hogy várják vissza szeretettel. Még olyan legendás zenekarok, mint a Rolling Stones vagy a Beatles öltözője is gyakran zengett veszekedéstől. Paul McCartney, John Lennont és özvegyét Yoko Onót hibáztatta a Beatles feloszlásáért, ezt egy majd fél évszázados gyűlölködés után bocsátotta csak meg. Mick Jagger és Keith Richards csak néhány éve kezdett ismét szóba állni egymással, a zenekar viszont a konfliktusuk idején is működött, a kövek zavartanul gördültek, és ma is gördülnek tovább.